Kedves nézőink, a Cápa TV 55. adásában kiderül, hogyan készültek a cápák a tavaszi szezonra. Jöjjenek az edzők beszámolói. Jó szórakozást! Tóth Norbert edző velem szemben, a felnőttek és az ifi edzője. Most már kicsit tanástalan vagyok, hogy a serdülés az ifi hogy van, de arra kérlek, hogy amelyik korosztályhoz között van, azt mondd el, hogy sikerült a felkészülés, ha már elkezdődött. Először is a felnőtt, igen, persze elkezdődött. Január elején elkezdtük a felkészülést, ami zömében inkább ilyen erőnléti részekből állt. Kevesebb volt sajnos a termi lehetőség, a terem lehetőségek kihasználása véget, viszont egész jó erőben vannak a lányok. Az, hogy a kézilabdás részét, a labdát majd, hogy passzolgatják, meg hogy csiszoljuk azt a munkát, az még majd most egy kicsit pontosítjuk. Voltak edzőmérkőzéseink, voltunk egy tornán is, és igazából én azt mondom, hogy elég hasznosan zártuk ezt a januárt. Majd most egy előrehozott bajnoki nulladik fordulóval elkezdjük itthon szombaton az Érd ellen, ami egy nagyon fontos mérkőzés, hiszen úgy mentünk oda, hogy nyerünk, aztán átgázoltak rajtunk elég szépen, úgyhogy van mit törlesztenünk. Úgyhogy nagyon bízom benne, most fölkészülünk belőlük rendesen, és tényleg le kéne, hogy most már győzzük. A másik része az ifi, ami egy közös vállalkozás féle, mert a serdülőnek a java adja az ifit. Ővelük igazából a serdülőn maga, akik együtt edzenek, igazából az feltétlenül nem az én reszortom, majd a mérkőzések. Úgyhogy egyelőre ennyit tudok ezzel kapcsolatban mondani. Még egyszer mondjuk el, hogy mikor lesz a felnőtt mérkőzés, és lesz-e előtte más korosztály, mert úgy szokott lenni, vagy utána? Nem lesz most semmi, tehát azért egyelőre hozott, ez szombaton most 9-én 17 órától itt a Gál József sportcsarnokban. Ade Sovumi, a serdülő csapat edzője áll velem szemben, és nagy tisztelettel érdeklődnék, hogy felkészültetek a bajnokság második részére? Nekivágtunk a felkészülésnek, inkább ezt mondanám. Túl vagyunk egy egész erősre sikerült alapozáson, illetve egy tornán, egy felkészülési tornán, amit sikerült megnyernünk. Hullámzó játékkal, de ez szerintem tökéletes befejezése volt az alapozásnak. Kikkel játszhatunk, azt elmondod csak azért, hogy hát ha valaki nem látta, nem baj, nem tudod, hogyha esetleg nem, akkor meg arról beszél, hogy mi az elvárás a csajokkal szemben, már ami a helyezést illeti, és a bajnokság második felét. Továbbra is szeretném tartani velük azt, hogy a hazai meccsen, amit lehet, megnyerünk.
illetve minél több pontot szeretnénk szerezni azokból, amit elveszítettünk az év első felében. A tornán, a Kecskeméten játszottunk a döntőt, véleményem szerint a két legerősebb csapat került a döntőbe. Egyet sikerült nyernünk, de én azt gondolom, hogy mi sokkal erősebbek vagyunk, csak nagyon izgultunk, hogy meglegyen az aranyérem. Ennyi. Az U14-es csapat edzője Spolmin Robert áll velem szemben, és természetesen így a bajnokság második fele előtt arról érdeklődöm, hogy milyen felkészülés volt a kicsiknek, illetve mennyire jellemző, hogy egyáltalán a korosztályban van felkészülés, vagy nincs? Hát, van felkészülés, mivel hogy a előző fél évben sikerült kiharcolnunk a felsőházba jutást, és hát arra azért rá kell készülni. Január elején elkezdtük az edzéseket, sokat technikázunk, próbálunk ilyen egyszerűbb taktikai elemeket most már csiszolni, amik az előző fél évben elkezdtünk bár, de még annyira nem tudtunk eredményesen alkalmazni, úgyhogy most egy kicsit erre ráfeküdtünk, főleg ami a támadást illeti, a védekezést azt még egy kicsit össze kell majd rakni. Hát izgatottan várjuk a tavaszt. Ügyesek a lányok, egyre ügyesebbek edzésről edzésre, valami, mintha a téli szünetben leülepedett volna, mert tényleg jó nézni, ahogy edzenek, lelkesek, úgyhogy jó kis csapat. Oké, akkor beszéljünk arról, hogy mik a tervek, nyilván megvalósítani azt, amit megtanítasz nekik, de a felsőházon belül hogy kell teljesíteni a csapatnak, vagy ez már ebben a korosztályban sikernek számít, te tudod a legjobban, hiszen te vagy velük majdnem minden. Hát kettő csapatot ismerünk a felsőházi gárda közül, ők ugye velünk voltak a őszi fél évben is, ez az Inárcs meg az Abony. A többiekről fogalmam nincs, hogy ők mit tudnak. Próbálgattam nézni a tabellát, az eredményeket, de hát nem sokat mond, tekintve, hogy nem ismerjük azokat a csapatokat, úgyhogy így annyi a cél, hogy amit tanulunk edzésen, azt viszont lássam a pályán. Csodálatos végző. Spomin Roberta. És én. Thank you.
Kudi Zsolt velem szemben az U12-es csapat edzője. Egyrészt szeretnénk hallani, hogy mikor játszanak pontosan a felnőttek, mert hallottunk itt már 17 órát, meg 17.30-at, és másrészt meg az U12-esek felkészüléséről is pár szót. A felnőttek most szombaton 17.30-kor játszanak itthon az Élet2 csapatával, ott most csak felnőtt meccs lesz, tehát az ifisták korábban, mert a később lépnek pályára. Az U12, hát még javába tart a felkészülés, mert túl vagyunk az előléti edzéseken, nekünk csak március első hétvégén kezdődik el a bajnokság ebbe a korosztályba, hogy még bőven van egy hónapunk. Sikerült a középső házba jutni, tehát azért valamilyen szinten ott is teljesíteni kell, kicsit erősebb csapatok is lesznek majd. Most is voltak mondjuk, mert itt nagyon vegyesen volt mindenki. Az a célunk, hogy a gyerekek megszeressék minél jobban a kézilabdát, minél többet megtanuljanak belőle, és akkor, amikor felkerülnek egy korosztály feljebb, akkor tényleg ott tudjanak majd jól játszani.